estét kívánok, köszöntöm a Bajai Kultúra nézőit. A hagyományos újévi koncerten jártunk, és megmutatjuk, hogy várta a karácsonyi ünnepeket az egyik bajai színtársulat. Nézzük képes tartalomjegyzékünket. A hangszerek játéka. Különleges újévi koncert a világhírű előadóművész Szent Martin közreműködésével. A belülről fakadó szépség. A Notre Dame-i toronyőr című mesejátékot mutatta be a Rábl színpad a Városi Színházteremben a karácsonyi ünnepek előtt. Tartsanak velünk! Különleges újévi koncertnek adott otthont a Városi Színházterem. A világhírű előadó művész Szent Martin állandó zenekarával és a Váci Szimfonikusok Kamara zenekar közreműködésével nyújtott felejthetetlen élményt. A műsorban számos ismert és kedvelt dallam csendült fel a közönség nagy örömére. Mindenből eleget. Ezzel a jó kívánsággal köszöntötte a közönséget Szent Martin a Városi Színházteremben. Városunkban évek óta bevett szokás, hogy egy látványos, nagyszabású koncerttel köszöntik az új évet. Ez alkalommal különleges műsort tekinthetett meg a bajai lakosság, hiszen az idén nem más, mint a világszerte elismert szakszofon és páncsíp művész Szent Mártoni Imre, azaz Szent Martin szórakoztatta a közönséget zenés produkciójával. Az est házigazdája Pető Attila az előadás első perceiben rövid életrajzi beszámolót tartott a művész életéről, amely során a résztvevők betekintést nyerhettek Szent Martin múltjába és eddigi pályafutásának fontos állomásaiba. Így a nézők megtudhatták például, hogy az előadó művész gyerekkorától kezdve a zene megszállottja, hogy 18 évesen már több hangszeren is kitűnően játszott, illetve hogy az időközben eltelt évek alatt nem kevesebb, mint 23 önálló lemeze jelent meg. Soha nem tudom, hogy melyik lenne az aktuális dal, amit arra az estére lehetne formálni. Nyilván van néhány oszlopos tagja ugye a repertoárnak, amit szeretnék mindenféleképpen játszani, és van egy-egy olyan, amit a közönség sosem hagy ki, nem engedi, hogy ne játsszuk el. És akkor még beletartozik ugye a legújabb lemezemnek és a bemutatója valamelyest. Tehát én eddig kezdve mondjuk azt, hogy melyik ujjamat harapdáljam, és találjam ki, hogy melyik alkalmas. De azt gondolom, hogy az ünnepélyesség miatt, a vízkereszt miatt, tehát belefért egy-egy temperamentumos dalocska. Ez egy ilyen zanzásított szűk keresztmetszet a 23 albumról. Belefért egy-egy temperamentumos, jó délszlávos muzsika is, illetve hát egy-egy imádság, egy halleluja, egy fölcsebe darvaza. A hangulatos koncerten közreműködött az előadó állandó négytagú zenekara, a Váci Szimfonikus Kamarazenekar. Emellett egy fiatal tehetség is bemutatkozott a bajai közönségnek, Tabatabai Neját Flóra személyében. Nem tudnám elmondani a teljes létszámot, ismerem őket, muzsikálunk rendszeresen, de ugye ha azt mondom, hogy elmondom a kis zenekaromat, akikkel állandóan fellépünk, akkor ott van még mindig a Váci Szimfonikusok, akiknek ugye az a neve, hogy Szent Martin Szimfonikusok ilyenkor, és igazán ugye megsérteném azokat, akiknek nem mondom a nevét. Így, hogyha eltetszik fogadni, akkor azt mondom, hogy Szent Martin és zenekara, és a Szent Martin Szimfonikusok, vagy akkor legyen a Váci Szimfonikusok egy része. A produkció különlegességének hátterében a hangszerek váltakozása állt, a hangulatot pedig tovább fokozta, hogy az est során Szent Martin maga is több hangszert szólaltatott meg. Attól függ, milyen hangulatban van az ember, hogyha, és hogy ne általánosabban beszéljek, mondjam azt, hogy mit szeretnék közvetíteni a közönségnek. Vannak történeteim, vannak olyan gondolatok, amelyeket mindenféleképpen megosztanék a jelenlévőkkel, és akkor abban a pillanatban váltok. Itt is volt három olyan Jolly Joker dal, négy, bocsánat, amire, hogyha gondoltam volna, abban a pillanatban a közönség, vagy a zenekarom fókuszál, ráhangolódik, és már játsza, és csak elő kell keresni akkor. Tehát akkor van nehezebb dolgom, amikor itt van a szimfonikus mellette. Szóval ott azért sorba vannak rakva a kották, és hogyha én vagy tévednék, vagy más szeretnék, mert a közönségnek más az igénye, akkor ők bajban vannak, és gyorsan lapoznak, gyorsan, vagy a kollégája, vagy a mások már kezdi. Szóval ilyenekre oda kell, hogy figyeljek, pláne, hogyha tévé felvétel van. Úgyhogy ilyenekre oda kell figyeljek, de mindenkor előtérbe helyezem a közönséget, és hogyha a más az igény, akkor feléjük fordulok, és akkor arra változtatom. Mint megtudtuk, a felkészülést megnehezítette, hogy a műsor szereplői csak néhány alkalommal tudtak közösen próbálni, tekintve, hogy többen külföldön tartózkodtak ez idő alatt.
A produkciót elnézve azonban egyértelmű, hogy az esetleges fennakadások ellenére is tökéletes az összhang a zenészek között. Paralel zajlott két próba, nem egy helyszínen. Úgy tudtuk megoldani, voltak, akik még külföldön voltak, nyilván megkapták a kottát, külföldön nem fognak nekiállni próbálni, bár el tudom képzelni, hogy valaki átnézte a hangzóanyagot, a kottát, és akkor úgy érkezett már a próbára. A szimfonikus zenekar két helyszínen próbált, Vácott, illetve Siófokon, két nap kivételével, és aztán pedig mi pedig Budapesten próbáltunk a zenekarommal, úgyhogy úgy hoztuk össze, bocsánat, hogy egyszer tudtunk közösen próbálni Vácott, egyszer Siófokon utaznunk kellett, és itt pedig hát gyakorlatilag majdnem egy két próbát játszottunk el. Ez azért fontos, hogy ugye legyen a helyszín is próba a hangzás miatt, addig a technikusai be tudják állítani, illetve hogy ha többször tudunk próbálni, egyrészt ugye, hát jó, hát biztosabb az embernek a tehát van a játékbiztonsága, ugye az improvizációk is jobban jönnek, tehát azt mondja, ilyenkor azt mondom, hogy beleül az ember a zenébe, belefekszik az ember, és akkor magával ragadja, akkor csak hömpölyög. Ugyanakkor ezek az emberek mindenféle dolgot játszanak, és mindent ugye el tudnak játszani kottából, ha én ma este ideültetném őket, és kiosztanék egy kottát, egy új dalt, akkor ők azt 5 perces, 10 perces átnézésen már gyakorlatilag egy előadásra készen játszanak. A zenészről kevesen tudják, hogy ugyan a zene mindig is meghatározó szerepet játszott életében. Rövid időre belepóstolt a művészeten kívüli világba is, hiszen tanulmányai során bepillantást nyert a vendéglátóiparba. Nagyon szerettem az embereket, és kötelező nyári gyakorlatok alkalmával kellett közöttük dolgozzam. Második, harmadik évben. És nem csak a cukrász és szakács gyakorlatokat, hanem felszolgálni is, ugye. Azt is kellett tanulni és vizsgát tenni belőle. Figyelmem arra is kiterjedt, hogyha véletlen ez hozta volna a sors, ez dobta volna a gép, akkor figyelmem arra is kiterjedt, hogy ha kétszer, netán háromszor bejött ugyanaz a vendég, és ugyanazt kérte, akkor negyedik alkalommal én már nem vártam meg, hogy ő ezt kérje, hanem kivittem neki. Volt, aki rácsodálkozott. Beledudtak a mély vízbe, és különböző helyszíneken, Balaton, Szeged, különböző ilyen nagy szállodái, Hungárhotel, stb. És a Balatonon is Annabella, meg nem tudom, ilyen nagy nevű hotelek. Ott azért beledudtak a mély vízbe, és hál' Istennek, azért megálltam a helyemet, nem véletlen vittek el magukkal a helyi srácok, a helyi dolgozók egy-egy különleges helyszínen, és akkor még ott keresettünk egy kis mellékest is, egy kis pénzt is nyaranta. De ez két nyára volt össze-vissza, annyira nem mélyedtem bele, nem merültem bele. A zene az mindig a terítéken volt, és hát ez volt a fő csapás irány. Amellett, hogy mi a kötelező gyakorlatokat a vendéglátósuliban megcsináltunk, amellett én rettenetes sokat zenéltem, gyakoroltam és vittem magammal a hangszert. Nem véletlen ez a választás. Pont a napokban beszéltem volt trombita tanárommal, és hát említette volt az egyik koncertünk most is, hogy mennyit változott az egész. Ugye hát a általánosságról is beszélünk, hogy a zenei ízlés mennyire változott, mi hogy alkalmazkodunk, Szent Martin stílus hogy alakul, hogy változik, és hogy öleli fel mondjuk az újabbnál újabb dolgokat. Én örülök, hogy őket is magával ragadja az a zene, amit mi játszunk a zenekarommal. Szent Martin munkásságát hazánkban és külföldön egyaránt elismerik és tisztelik. A művészember szerencsésnek mondhatja magát, hiszen pályafutása során számtalan különleges és egzotikus tájra látogatott el. Japán az egy furcsa felemelkedés volt, picit riadalom, majd aztán valami hihetetlen sebességgel egy gyors emelkedés, ugyanis hát elkezdtük játszani a színpadon a zenei anyagot, és a közönség egy olyan másfél-két perc után felugrott és rohant a színpad felé, és akkor megijedtünk, hogy na, itt most mi lehet, valami nem stimmel, vagy milyen harmóniát játszottunk, vagy túl hangos, túl gyors. Egyszerűen így fogadták el, és így mutatták ki a szeretetüket. Visongtak és ujjongtak a színpad előtt. Különleges volt. A portugálok, ott volt az életem legnagyobb közönsége,
Nem tudom megmondani, hogy 10 000-en voltak, vagy 15 000-en, rettenetes sokan. És hát egyik fellépő voltam a többi között, de valami eszeveszett szeretetteljes fogadtatás. Én ezeket a helyszíneket úgy élem meg, hogy ha 18-an vannak a koncerten, ilyen nem volt még, és ha 15 000-en, akkor is ugyanazt kell, hogy nyújtsam. Mondjuk egy egész korrekt és konkrét példát, eklatáns példa arra, hogy mondjuk egyik helyszínen volt egy bombariadó, ki kellett menni a vendégeknek, és már azt a 3 órát nem várták meg, a 400 emberből maradtak 50-en. Mi ugyanúgy lejátszottuk az 50 embernek a koncertet, és azt mondták ott a helyiek, hogy ezt nem hitték volna, nem gondolták, hogy ilyenkor is mondjuk a 3 órás várakozással, egy teljes erőbázással, vagy egy teljes koncertet kapnak. A zenész elárulta, mindig szívesen utazik, addig még nem ismert tájakra, országokba, azonban számára mindennél fontosabb a közönség szórakoztatása, hiszen a közös élményekkel a közönség és a zenészek közelebb kerülnek egymáshoz. Azokkal a sztorikkal, amelyekkel mondjuk kiszínesítettem az instrumentális zene előtt, ugye felvezettem a dalt, azzal ők egy picit saját magukévá tették, elkezdték vezetni az életükben elért, vagy átélt ugye, a sztorikhoz kapcsolták, és azt mondták, hogy hát kérem szépen, ilyen velem is történt, ilyen volt. Szóval egy picit a részévé váltunk, és ez kifelé is, mondjuk az, hogy az instrumentális zene, és azért, mert azt kérdez, hogy melyik volt a legkülönlegesebb, de itthon is tudok mondani ilyeneket, meg külföldön is, az ausztráloknál is, a didzseridus sráccal, amit muzsikáltunk együtt, akkor az Akteleki koncert is milyen különleges tud lenni. Szóval azt kérdezzük, hogy inkább új helyet keresnék egy koncertemnek, vagy régire mennék vissza. Hát a régi az már biztos, ez megvolt, és azt mondom, hogy szívesen megyek vissza, de mindig az újat felfedezni, az megint egy, hogy hova utaznék el, mondjuk privát emberként azok közül, ahol voltam, bármelyikre szinte bármelyikre, de hogyha újat kereshetnék, az meg még jobb, mert ugye azt még nem fedeztem föl, és az ember ott tapasztalatokat szerez, meg világot lát, egyik legszebb dolog az életben. Szentmártoni Imre korábban már koncertezett városunkban. Produkciója akkor nagy sikert aratott. Ez most sem volt másképp. Nekem a Pánsép nagyon tetszik, és egyáltalán az egész műsornak az összeállítása nagyon-nagyon jó. Nekem nagyon tetszett. Mikor azt mondta, hogy nem lesz ének, kicsit meglepődtem, de ahhoz képest elég jó, nagyon tetszik. A hagyományokhoz híven ez alkalommal is köszöntötte a város lakosait Fercsák Róbert polgármester. Beszédében elmondta gondolatait az új évről, illetve elárulta, hogy az idei 2017-es évet a tudásnak, kornak és a bölcsességnek, egy szóval az időseknek szentelik. Minden tervünk, minden ígéretünk, minden olyan fajta elképzelés, amit szeretnénk megvalósítani, csak úgy jött létre, hogyha megfelelő alapokra helyezhető. Ezeket az alapokat az előttünk járó generáció, az idősebb korosztály teremtette meg nekünk. Azokat az értékeket, azokat a hagyományokat, amiket ők megteremtettek, létrehoztak a számunkra, amiből mi tudást és mindenféle jót tudunk meríteni, azokat nem szabad veszni, hagyni. Az instrumentális zene első számú előadójaként is számon tartott Szent Martin szerint a produkciók sikerét nagyban meghatározza az adott közeg, a közönség, akinek játszanak, és egyéb olyan apróságok, mint a dekoráció. Mint mondta, a bajai koncert során mind a szervezéssel, mind pedig a közönséggel teljes mértékben elégedett volt. Azt szoktam mondani, hogy a hétköznap jön be a közönség, akkor nehezebb őket úgy, tehát nehezebben érkeznek meg, nehezebb őket mondjuk csak 2-3 dal legalább kell ahhoz, hogy megérkezzen lélekben, és nem csak fizikailag. És a mai napon úgy éreztem, annyira rákészültek már az emberek, hogy és egy a maga millió ez nagyon odafigyelt a Baja Marketing arra, hogy a díszítés maga egy ilyen varázslatos legyen. Persze nyilván kényelmes helyszín, tehát magával ragadt az ember, nagyon fontos, ezért keresem a különleges és jó érzésű helyszíneket. Bejön, hermetikusan bezárodik, azt mondja, hogy van egy intimitás a helynek, jól érzem magam. Sokkal könnyebb volt. A közönség második dalnál már elcsípte a szálat, elfogadta a zenénket. Az elsőnél már helyezkedik, ugye megérkezett ugyan már valaki mondjuk 20 percet tücsörgött,
De mondjuk a 30%-a még úgy helyezkedett, és akkor máshogy után hátradőltek. Úgy gondolom, hogy elég korán sikerült velük elfogadtatni, és aztán arra kellett figyeljek, hogy a sok-sok kanyarral meddig tudom vezetni, ugye lassú dal, gyors dal, temperamentumos, latin, utána esztamos, egy kicsit délszláv, tehát hogy mindenbe tudjak neki mutatni, és vevő volt rá közönség. Ugye bekapcsoltak, néha segítettem neki, de az sosem baj. Énekelték az ájvájait. Tehát úgy gondolom, és a végén ugye a két visszataps, ez megint egy visszaigazolás, hogy nem kell minden dal után örjöngeni, nem minden közönség egyformán veszi, és nem egyformán mutatja meg, de a végén elfogadják, és azt mondják, hogy na, akkor majd most megkapod, és akkor elkezdik ugye a vastapsot. Nagyon köszöntöm ezt a jó érzést, ők is elvarázsoltak, mondhatnám. Engem igen, ők majd elmondják a véleményüket, hogy milyen volt a koncert. A közel másfél órás teltházas előadásban számos közismert ünnepi dallam csendült fel, amit a közönség hosszan tartó vastapssal hálált meg a művészeknek. A szépség belülről fakad, és a jó mindig győz. Ezekkel a szavakkal lehetne leginkább jellemezni a Rábl színpad és zenei közösség legutóbb bemutatott előadását, a Notre Dame-i toronyőr című mesejátékot. Az egykori Szent László AMK csapata mára a városi szintű társulattá nőtte ki magát, így legújabb produkciójukban eddig nem látott szereplők is megjelentek. Látványos díszletelemekkel, jellegzetes arcfestéssel és jelmezekkel tarkított színvonalas előadást tekinthettek meg azok, akik ellátogattak a Rábl színpad legújabb karácsonykor bemutatott produkciójára. A darab ugyan nem kapcsolódik szorosan karácsonyhoz, a társulat vezetője mégis jó ötletnek tartotta, hogy a szeretet ünnepe előtt vigyék színre a Notre Dame-i toronyőr című színdarabot. A Notre Dame-i toronyőr gyakorlatilag egy örökérvényű, újra és újra feldolgozott darab. Talán Victor Hugo regényét, szép vagy nem szép, sokkal kevesebben ismerik, mint a belőle készült, azt hiszem, 5 filmfeldolgozást, és hát ugye egy Disney mese is készült ebből a történetből. Én azt gondolom, hogy ez egy örökérvényű történet, egy csodaszép karácsonyi történet, ám bár semmi karácsonyi nincsen benne, de mégis abban az értelemben, hogy a jó és a rossz küzdelme, ami egy klasszikus mesei dilemma, hogy úgy mondjam, és azzal a jól végződő befejezéssel, hogy a jó az mindig is győz, és a jónak mindig győznie kell. Ez a mese mondani valója. Úgyhogy én úgy érzem, hogy ez nagyon idevaló karácsonyhoz, karácsony ünnepköréhez. Annál is inkább, mert Quasimodo a maga torz figurájával, ez a harangozó, annyira, hogy úgy mondjam, nem az ideális férfi képet, nem az elképzelt klasszikus emberi szépséget hordozott, de mégis a lelke szép. És hogy ez a lelki szépség felfedezhető. Szerintem ennél mélyebb és sokat mondóbb igazság nincs is. A főszerepek kiválasztásában a fő szempontot a belső tulajdonságok közötti hasonlóság jelentette. Továbbá az, hogy a színészek hogyan tudnak azonosulni a karakterekkel. Mint megtudtuk, eredetileg más játszotta volna a főszerepet. A bemutató sikerét elnézve azonban úgy tűnik, végül a megfelelő ember került a színpadra. Quasimodo személye igazából nem Valentin lett volna az eredeti szereposztás szerint, ha ennyit szabad elárulni, de a felkért szereplőm vizsgaidőszak miatt nem tudta elvállalni a szereplést. Valentin pedig már többször szerepelt mesejátékokban, és komoly, mély érzésű darabok főszereplője is volt, ezért az ő szereplése felől nyugodt voltam, hogy tudja árnyalni azt a figurát, ami ebben a feldolgozásban kicsit komikus néha, kicsit bájos, szerethető, ugyanakkor mégis egy kicsit félelmetes, erős és erőt sugárzó figura. Ez egy sokszínű kép, én szerintem ő ezt jól hozza. Add a kezed! Hadd nézzem! Hosszú életvonal! Ez itt azt jelenti, hogy félénk vagy! Igen? Ez érdekes. Micsoda? Nem látom őket. Miket?
A szörnyeteg vonalakat egyet sem látok. Nézd csak meg! Szerinted én gonosz vagyok? A női karakter Esmeralda személye, hát igen, Barbaráról sok mindent le lehet mondani, csak azt nem, hogy cigányosan barna bőrű, kimondottan egy fehér bőrű, szóval nem ez volt a szerepválasztás oka, hanem egy olyan női figurát kerestem, akinek aki el tudja azt hitetni, és el tudja azt játszani, és azt hiszem, hogy eljátszani csak azt lehet, ami bennünk van. Szóval egy olyan embert kerestem, akiről biztosan lehet állítani, hogy megvan az a lelki mélysége, amivel a külső állarcon, csúnyaságon át tud látni, és tud az ember igazi szépségével és lelkével foglalkozni. Ez szerintem Barbarában megvan. Úgyhogy én az ő felőle is nyugodt voltam, hogy ez egy jó szerepválasztás. Aztán a bőrét megbarnítottuk, és akkor így jó lesz. Bajzák Valentin régóta tagja a színtársulatnak. Többször játszott már főszerepet a bemutatott darabokban. A mostani karaktere azonban különösen fontos volt számára, hiszen, mint mondta, gyerekként ő is átélte, milyen érzés kiközösítettnek lenni. Egy nagyon furcsa személyiség. Kiskoromban sokszor én is azonosultam a kiközösített gyerek szereppel, ezért sok helyzetben megértem ezt a karaktert. Igazából elzárkózott a világtól, a nevelőinek is köszönhetően, így egy teljesen más és új értékrendszere van, értékrendet képvisel, ami szerintem nagyon izgalmas és nagyon szép, tiszta szívű. A női alakot megformáló Kuti Barbara is könnyedén tudott azonosulni szerepével, hiszen szociálpedagógusként karakteréhez hasonlóan ő is a hátrányos helyzetűeken szeretne segíteni. Esmeralda egy cigánylány, akiről a párizsi polgárok és a úgy általában kivetítve a világ azt gondolja, hogy ő egy haszontalan semmire való lopó, tulajdonképpen a sztereotípiákra és ezekre alapoz a mese. Esmeralda pedig egy jóságos lány, akiben nagyon sok szenvedély és erő van, és szereti a népét, meg a szeretteit. A csapat leginkább a hétvégeken tudott készülni a darabra, hiszen a társulat tagjai a hét többi napját az iskolapadban vagy a munkahelyükön töltötték. A próbák érdekesen, igazából szeretünk volna magassággal egyre többet játszani, azt bebizonyítani, hogy mint Quasimodo bátran mozgok, akár több méter magasan is. Szerencsére nincsen tériszonyom, ezért ez megoldható, sikerült megoldani. Igazából a hátam kicsit fáj már a sok tartástól, de én nagyon-nagyon élvezem. Áruhát húzok, leosok a lépcsőn, kizétálok a kapun, aztán... Szervusz, Quasimodo! Jó reggelt, gazdám! Mondd csak, Quasimodo! Kivel beszélgetsz te itt? A barátaimmal. És a barátaid miből vannak? Kőből. Quasimodo, a kő tud beszélni? Nem tud. Jól van, okos fiú vagy. A 2003-ban alakult társaság sokáig a Szent László AMK színi társulata néven volt számon tartva, majd 2010-ben felvette a Rábül színpad és zenei közösség nevet. A csapat összetételét továbbra is az intézményben tanuló és már elballagott diákok alkották. Ez azonban most megváltozott, hiszen a művészeti csoport ettől kezdve amatőrvárosi színi társulatként működik. A Rábül színpad alapvetően a Szent László AMK-hoz kötődött, és alapvetően a Szent László AMK diákjaiból álltunk fel. A változás leglényegesebb pontja az, hogy nyitottunk a városi szereplők felé, és nem csak ez a darab hülyen mutatja, hogy nem csak Szent Lászlóhoz kötődő emberekkel dolgozunk már, hanem megtalálhatóak vagyunk bárki számára, akik az amatőr színjátszásban ki szeretnék próbálni magukat, így most nagy örömömre együtt tudunk dolgozni a Volt Alakár Teátrum tagjaival és vezetőjével. Én ezt egy nagyon jó kezdeményezésnek tartom, remélem, hogy a jövőben is megmarad, hasonlóan gondolkozzunk, vagy úgy gondolkozott ez a két társulat, hiszen az alakárt ma már ebben a formában nem létezik. És egy nagyon jó vérfrissítés a számunkra. Úgyhogy ez egy nagy öröm és egy nagy kísérletezés volt, és erre is azt mondom, hogy ebből a szempontból jól sikerült. A változásnak a társulat tagjai is örülnek, hiszen ezáltal új emberekkel dolgozhatnak együtt. Nagyon jó, hogy kicsit felfrissült a társaság, hiszen Bészabó, Sisánta Árpi és Ganim Tamás Lutfi személyében teljesen új embereket ismerhettünk meg, és kellett egy kicsit a vérfrissítés. Szerintem mindenki nagyon élvezi, hogy megismerkedhettünk, és így sikerül együtt játszanunk.
A Rábő Színpad által bemutatott produkció eredetileg egy regény volt, amit Victor Hugo írt meg a Párizsi Notre Dame címmel. A művet azóta számtalan formában feldolgozták már, többek között egész estés filmek, rajzfilmek, színpadi művek és balett előadás formájában. Azt hiszem, hogy a filmek, bár mindegyik eltér az eredeti regénytől, mégis sokkal inkább ragaszkodik annak a vonalvezetéséhez. A Disney mese pedig inkább lett számomra szórakoztató, és a zenei betéteivel egy kicsit látványosabb és kicsit csillogósabb, ahogy a Disney meséktől megszoktuk, mint az eredeti regény. Én ezzel a mesével, amit most ide színpadra raktunk, megpróbáltam beékelődni a kettő közé. Hogy legyen bájos, legyen a gyerekek számára szerethető és egyértelmű, ugyanakkor legyen mégis komoly. Maradjon meg az a kicsit sötét, ezt látni is majd a képeken, az a kicsit sötét, kicsit komor világa, amiben azt gondolom, hogy Victor Hugo megírta ezt a regényt. Nem lett annyira tragikus, mint ahogy ezt a szerző megírta, mert hogy ez egy mese, de azt hiszem, hogy úgy mondanám, hogy hangulatában próbáltam a kettő közé beékelni, és én a végeredménnyel igazából ebből a szempontból elégedett vagyok. A főszereplő elárulta, a felkészülés során arra törekedett, hogy ábrázolni tudja a Quasimodóban felelhető kettősséget, ezáltal megmutatva a torság mögött rejlő szépséget. A mesét nagyon szeretem kiskoromban, és szerettem volna valahogy érzékeltetni mégis a torzságnak, tehát a látványban megmutatni ezt a torz és felemás vonalat, viszont a lelke Quasimodónak, így a hangja is nagyon szép és bársonyos, ezt a kontrasztot szerettem volna valamilyen szinten megmutatni, hogy ne tolódjon el vagy nagyon kedves, vagy felemás irányba. Ezt nehéz volt megtalálni, de remélem, hogy sikerült. Nem számítottam rá, hogy meglátogatsz! Jacskán, tudhatnád, hogy rád mindig van időm! Hoztam neked egy kis csemegét! Valami baj van, Quasimodo? Te hogy, gazdám! Semmi baj nincs! Féltem, hogy fognak reagálni erre az egészre, megértik-e a lényegét, amit közvetíteni szeretnénk, illetve hogyan fognak Quasimodóhoz viszonyulni, félnek tőle, vagy esetleg pátyolgatják. Az utóbbi történt, aminek nagyon örültem, így az eddigi visszajelzések alapján nagyon tetszett nekik, ami a legnagyobb öröm és a legszebb visszajelzés számunkra. Bajzák Valentin valóban hasonlít az általam megformált karakterhez, hiszen Quasimodóhoz hasonlóan ő is visszafogott és szerény. Ez abból is jól látszik, hogy főszereplőként sem vádik társainál nagyobb figyelemre vagy elismerésre. Én azt gondolom, hogy itt mindenki beletesz valamit a darabban. Egy kis dolgot, amiből egy csoda lesz. Az, hogy én kaptam meg a főszerepet, aminek természetesen nagyon örülök, nem gondolom, hogy külön figyelmet kéne rám szánni. Mi így együtt alkotunk egy nagy és szép dolgot, remélem. A darab rendezője szerint a Notre Dame-i toronyőr mesejátékként szerepel a színházi prospektusban. Ennek ellenére felnőtteknek egyaránt ajánlja azt, a benne foglalt értékek és tanulságok miatt. A darabot természetesen, mivel a Városi Gyermekszínház bérletbe került bele, és azért készítettük, ezért azt kell mondanom, hogy elsősorban a gyerekeknek készült, de én azt hiszem, hogy ez minden felnőtt számára is egy örökérvényű darab, és ebben a hangulatban, amit az imént is kiemeltem, hogy egy kicsit így beékelődik a komoly és a mese közé, így azt hiszem, hogy a felnőttek számára is jól fogyasztható marad, tehát nem lett úgymond bárgyú, vagy nem is tudom, ilyen nagyon realitástól elvonatkoztatott, úgyhogy minden család számára ajánlom, főleg így karácsony előtt. Most nézzük, milyen kulturális programok közül válogathatunk a következő napokban.
Vidovics Iván képzőművésznek nyíli kiállítása január 12-én a német iskolában délután 5 órakor. 90. születésnapja alkalmából Rendes Béláné festőművésznek nyíli kiállítása 13-án délután 5 órakor a Borbás Mihály bemutató teremben. A Lélek lajtorjája címmel dr. Szluha Gyula Antal új könyvét mutatják be 13-án este 6 órakor a Városi Könyvtárban. Vörös Henriett művésztanárnak nyíli kiállítása Repülj velem címmel 16-án délután 16:30-kor a Bajai Ötvös József általános iskolában. Kedves nézőink, Önök a Bajai Kultúra január 10-i adását látták. Köszönjük, hogy ma este is velünk tartottak. Ezt a műsorunkat csak úgy, mint a korábbi adásainkat visszanézhetik a tévénk honlapján is és a YouTube csatornán is. Friss összeállítással pedig legközelebb egy hét múlva, kedden este 6:30-kor jelentkezünk. További szép estét kívánok, a viszontlátásra!